6 esztendővel ezelőtt Menida volt az első olyan kis település, mely értékmentő munkájáért elismerést vehetett át a Tolna megyei értékek napján. Most pedig a kis település adhatott otthont a rendezvénynek. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt esztendők visszaigazolták a kezdeményezést, és a települések megértették az értékmentés jelentőségét. Arról is szólt, hogy ez a rendezvény erősíti az összetartozás élményét és ezzel a megyét. Ez arról szól, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy megismerjem Kapospula polgármesterét, hogy megismerjem Medina település szerkezetét, a medinai embereket. Tehát az, hogy emberi kapcsolatokat létesítsünk, mert ha az emberi kapcsolataink jók, akkor mindent könnyebb elintézni, minden flottabbul megy, minden gyorsabban megy, és a projekteknél erről van szó. Kuti Lívia, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatója arról beszélt, számtalan értékből lett már gazdasági vállalkozás, hiszen a helyi foglalkoztatás politikában felhasználhatók azok a mesterségek és tudások, melyek újra tanításával munkahelyek hozhatók létre. Ácseső Szekszárd polgármestere úgy vélte, az értékekre kell gazdaságot építeni. Szekszárd mindig híres volt arról, hogy itt nagyon szolgálatos emberek laknak, és én azt gondolom, hogy a szőlőtermesztéstől éppen az autóiparig meg tudjuk azt mutatni, hogy érdemes ide jönni, mert ha valaki egyszer itt letelepszik, akkor megfelelő alázatra bíró munkavállalókat talál, és biztos lehet abban, hogy egy jó jövőképet tud magának kialakítani és előre jelezni tulajdonképpen, hiszen azok az erősségek, amelyek megjelennek a dolgozókban, vagy éppen a helyszellemében, azok mindenféleképpen ide vonzák, és itt marasztalják a befektetőket. Az idei esztendőben Tolnai Kumán nyilvánították a Szekszárdi Márcot, a Paksi Lusszóniumot, a Nagyszékely Templom épület együttesét, valamint a Tamási Gyógyvizet. A megyei értékdíjat ebben az esztendőben Paks városa vehette át.